Kati néni a Fertályos asszony bronzszobra a Liszt Ferenc utcában az egyik legnépszerűbb fehérvári alkotás. Az egykori fehérvári piac jellegzetes alakját, a portékáit Felsővárosból kiskocsijával a belvárosi piacra toló asszonyságot Kocsis Balázs mintázta meg. A szobor 2001-es avatása óta a város itt köszönti a Katalinokat. Így történt ez szombaton is, Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, és a Tilinkó zenekar húzta a talpalávalót az Alba Régia táncegyüttes táncosainak. Ez a Katalin nap itt minden évben Székesfehérváron mutatja, hogy ez a hagyomány, ez élő hagyomány. A szoborban és szokásainkban egyaránt Kati néni itt él velünk, és az is, amit ő képviselt, és amit ő jelentett a város mindennapjai számára, azoknak az üzenetét hozza, akik nélkül a város soha nem működött volna, és ma sem működne, akik teszik egyszerűen a dolgukat az életbe, a világba és Székesfehérváron, és közben működtetik, életben tartják, fejlesztik ezt a várost. Földi Zoltán felsőváros önkormányzati képviselője a közösségi hagyományok fontosságát emelte ki köszöntőjében. Megfér ebben a belvárosban, szemben a történelmi 1000 éves belvárosban Kati néni szobra Szent István király szobrával. Én azt gondolom, hogy mind a kettő szobor, vagy talán az összes szobor más és más húrokat penget itt az emberek lelkében. Ez egy különös kis, kellemes kis ünnep. A hagyományainkat, a régmúltunkat, azokat a emberi törődéseket egymás irányában elevenítjük fel, és köszöntjük a katalinokat egyetemben, amire úgy érdemes visszaemlékezni. A szorgalom, az álhatatosság, a barátság, az emberség, és azt gondolom, hogy ezt egy ilyen virágcsokorban oda tudjuk adni a mai élő katalinoknak, és azt tovább tudjuk gondozni, akkor azt gondolom, hogy minden évben érdemes ezt az ünnepet megünnepelni. A város hölgyeit és nem csak a katalinokat az ezen a napon is ajándékul szolgáló virágköltemények várták, majd a Hagyományos Piacokért Egyesület és a Fehérvári Polgárok Egyesülete vendégelte meg a résztvevőket.